Sziasztok, kedves hallgatóság! Ma az egyik kedves barátomat hoztam el nektek, Megyesi Zoltán van itt velünk. Szia, Zoltán! Sziasztok! Úgy gondoltam, hogy érdekes lesz egy olyan embert is elhozni ebben az online vállalkozói konferenciába, aki nem tréner, nem coach, hanem olyan egy olyan ember, aki majdnem hogy madár szemszögből tudja nézni Magyarország vállalkozóit, mivel ő egy olyan klubnak, hát mondjuk úgy, hogy megálmodója, illetve részese, amely vállalkozókat segít és vállalkozókkal foglalkozik. Nem titok, ennek a klubnak a neve az, hogy BNI, és erről a későbbiekben majd többet fogunk hallani, hogy ez hogyan működik, és ez miért jó nekünk. A lényeg az, hogy Zoltánnak nagyon nagy tapasztalata van, hiszen te minden nap vállalkozókkal dolgozol. De mégis, még mielőtt belemennénk ebbe az érdekes témába, szeretném, hogy egy kicsit mesélnél magadról, a hátteredről, hogy honnan jöttél, és hogy mivel foglalkoztál még ez előtt, a tevékenységed előtt. Köszönöm szépen, meg azt is, hogy meghívtál. Hát vállalkozó voltam. Én 19 évesen lettem vállalkozó, és az egész az úgy jött, hogy megpróbáltam az alkalmazotti világot, de ugye egy nap után kiderült, hogy ez nem nekem való, úgyhogy kiváltottam gyorsan a vállalkozóigazolványt, és hát ez most már 20 éve van, és az elmúlt 20 évben körülbelül 8-féle dologgal foglalkoztam, amiből kettő az sikeresen működik most is. Úgyhogy kipróbáltam a jót is, a rosszat is, és hát ha így veszük, tényleg olyan tréner vagyok, hanem vállalkozó vagyok, és vállalkozókkal dolgozunk. Annyiból egy picit hadd tegyem el, hogy a BNI nem klub, hanem egy üzleti szervezet, azért, mert céljaink vannak, és egy nagyon, nagyon tervszerűen haladó cégépítésről van szó azoknak, akik ott vannak bent. Tehát kicsit erre harapunk, hogy klub vagyunk. Egyébként vannak nagyon jó klubok is, ahova csatlakozni lehet, de mi nem klub vagyunk, hanem üzleti szervezet. És 4 évvel ezelőtt kerültem az egyik vállalkozásommal egy ilyen üzleti találkozóra, és annyira megtetszett, hogy a vállalkozók így együtt dolgoznak, és abban segítik egymást, hogy mindenki hogy tud jól jobban fejlődni, hogy hát úgy ott ragadtam. És azóta ez végülis a franchise jogokat megvettük itt a régiónkban, úgyhogy mi működtetjük itt a BNI-t, ami amúgy 30 éve működik, tehát ezt nem én találtam ki, hanem ez egy Amerikában létrejött szervezet, és ma már a világon mindenhol működik. Ugyanúgy a McDonald's, csak üzletembereknek. És mi volt az első munkájáról egy napot töltöttél? Mert ezért én kicsit megmosolyogtam, hogy... Ez diák munka volt, és ami miatt volt ez az egész, az, hogy hát egy 8 órát kellett dolgoznom, és ami feladatot kiadtak nekem, valami fémipari cégnél volt, teljesen mindegy. Amit feladatot kiadtak nekem, azt én nem 8 óra alatt csináltam meg, hanem 5 óra alatt, és akkor mondtam, hogy végeztem, adjanak még feladatot, és mondták, hogy nem adnak több feladatot, mert ha én többet dolgozok, nekik is többet kell dolgozni. Mondtam, hogy akkor jó, akkor hadd menjek haza, és azt mondták, hogy nem, mert hát ugye 8 órát még nem telt le. És nekem itt esett le, hogy én nem tudok úgy dolgozni, hogy nekem az ott eltöltött időmet fizetik, nem ösztönöznek arra, hogy hatékonyabb legyek. És akkor valamiért azt gondoltam, hogy ezt csak vállalkozóként tudom megtenni. Valószínűleg, hogy nem így van. Biztos, hogy van olyan munkahely is, ahol ösztönöznek, és ezt jól csinálják, de hát én pont beletrafáltam egy olyanba. És akkor jött a fejembe, hogy hát nekem vállalkozónak kell lenni. Persze 19 évesen az ember nagy hével bármit megcsinál. Ma már nem így csinálom, hogy akkor csináltam, de biztos majd lesz ilyen kérdés is. Viszont egy óriási lendületet adott az a vágya, hogy amit én elképzeltem magamnak, hogy milyen életet akarok, és azt azzal összehoztam, hogy ezt vállalkozóként tudom megcsinálni. És hát így lettem vállalkozó. Az első vállalkozásom az egy itallerakat volt. És ez itt volt Győrbe? Tehát te este győri vagy pedig előtte máshol is éltél? Nem, én Erdélyben születtem, és 10 éves voltam, amikor Győrbe költöztünk, hát nyilván a szüleimmel.
És a vállalkozásom az nem Győrbe volt, hanem Győrtől nem messze, egy 20 kilométerre egy településen, mert ott laktunk. És hát felfedeztem azt a piacérést, hogy ott a boltok bezártak délután 4-kor, és hát az emberek ugye 4 után értek haza. Én meg gondoltam, hogy én nyitok egy olyan boltot, ahol 4 után is tudnak vásárolni az emberek, és nekem lett igazam, mert 4 után több pénzt kerestem, mint egész nap. Így van, tehát végül is felfedezted egy ilyen réspiacot, és ugye mondtad, hogy 8 különböző vállalkozás, tehát ez ilyen trial and error, tehát kipróbáltad, nem ment, vagy nem ment úgy, ahogy akartad, vagy mi volt az oka annak, hogy ezek a kezdetleges vállalkozások nem maradtak meg még a mai napig is? Hát igen, kipróbáltam, ahogy működik, tehát hogyha ment a vállalkozás, akkor nyilván az ember nagyobb önbizalommal tovább lépett, és még nagyobb. Tehát először volt egy kis itallárakatom, aztán volt egy bolt, aztán még egy bolt, és az nagyobb volt lett. Viszont ugye ez lendület volt, ez nem tudás volt. És amikor azért egy ilyen nagyobb kihívás ér, akkor az úgy le tud pattintani a padlóra, és ott nagyon sok, több 10 millió forintot elbuktunk. Ami hát ugye átgondolásra késztetett, és akkor kezdtem el olvasni könyveket, és emlékszem egy, nem tudom, biztos lehet címeket is mondani, egy Robert Kiyosaki könyvre, a Gazdagpapa, Szegénypapa könyvre, és ahogy olvastam azt a könyvet, igazából így lapról lapra benne volt minden olyan hiba, amit én elkövettem. És akkor fogtam, megfordítottam a könyvet, megnéztem a hátulján, nem tudom, volt 3000 forintba került az a könyv, én meg buktam 30 milliót. Azzal, hogy nem olvastam el azt a könyvet. Tehát, ha elolvastam volna, akkor hát nyilván nem nehéz belegondolni, vagy rossz dolog belegondolni, hogy mi lett volna, ha. Viszont ugye ez erőt adott, hogy ha az ott van az a tudás, akkor nekem csak oda kell mennem a polcra, le kell venni, el kell olvasni, és sok mindent tudok. És én akkor kezdtem el olvasni, kezdtem el szemináriumokon, meg ilyen hanganyagokon tanulni. Akkor még nem ilyen videók voltak. A Délkár, az első Délkárnegi könyv, az a Sikerkalóz 1, az nekem egy fénymásolva volt meg. Wow, nem tudom, onnan. Tehát akkor még nem voltak ilyen könyvek. Tehát ilyen kincs volt. Ma már tudom, hogy már a másik oldalig az, hogy nagyon bőség van, és bemész a boltba, és nem tudod, hogy most mit vegyél le. Ezért most nagyon fontos az, hogy legyenek olyanok, hogy ajánlanak neked könyveket, meg tudásanyagot. De a lényeg az, hogy én elkezdtem ezeket olvasni, és hát nyilván abban benn voltak, hogy próbál ki vállalkozást, próbál ki ezt, és ahogy az ember ugye nyitott füllel, vagy nyitott szemmel járt a világon, mindig jött valami jó ötlet, valami jó lehetőség, és én féltem kimaradni belőle. Tehát mi van, hogyha az a nagy lehetőségem, és én most elmegyek mellette. És hát akkor kipróbáltam dolgokat, és az az érdekes, hogy ahogy egyre több könyvet olvastam, egyre több szeminárium, meg tréningen voltam, úgy egyre gyorsabban felismertem, a rossz vállalkozásban voltam, tehát a kockázatom lecsökkent, és ezáltal igaz, hogy akkor sem minden vállalkozásom sikerült, viszont nem nagyon buktam vele, hanem gyorsabban ki tudtam szállni, és hát ugye a Kiyosakinak a könyvében benne van, hogy 10-ből 2 vállalkozás lesz igazán sikeres. Hát nálam ez 8-ból 2 lett, de azért, mert olvastam, és igen, és gyorsabban fel tudtam mérni. És ugye ennek a következő szintje volt a networking, amikor már nem csak a könyvekből, hanem a másik embereknek a közös gondolkodásából szedtem ki az információt, meg ők is, és közösen fejlődtük. Mm-hmm. Tehát azt mondod, hogy az végül is a második szint volt olyan szinten, hogy az első volt akkor a könyvek, az önfejlesztés, és amikor azt az ember a második szintre akarja vinni, akkor már akkor lehet tényleg több emberrel networkingezni. És ennek nagyon örülök, hogy ezt megemlítetted, mivel tényleg a Kiyosaki könyve ugye Magyarországon nagyon-nagyon ismert és nagyon-nagyon kedvelt, és több kezdő vállalkozó esik ugye ebben a hibában, hogy ő azt gondolja, hogy majd lesz egy jó ötlete, és akkor azt majd megcsinálja, és akkor az biztos, hogy siker lesz. De ugye pont, hogy erre jók ezek a könyvek, ezek az önfejlesztő könyvek,
hogy felvilágosítanak minket, hogy haver, ez nem úgy van, az első meg a második, valószínűleg nem fog sikerülni, de az teljesen rendben van, tehát végülis majdnem úgy megadják neked a zöld utat arra, hogy hibázzál és bukjál. Én mégis nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mi volt ez az a hiba, amit elkövettél azért, annó még, ugye, amikor te ezt csináltad, a 30 millió forint, vagy 10-20 millió forint, azért ez egy nagyon nagy hiba volt. Nem tudom, hogy ez meg lehet-e velünk osztani, hogy ez mi persze volt? Uh-huh. Ez nem egy nagy hiba, hanem ez inkább sok kicsi hiba. Naivitás, tehát például mondjuk ez pont egy élelmiszer volt egy CBA üzlet, és egy új helyre költöztünk, amire ígérték, hogy kész lesz az a épület, addigra nem lett kész, addigra nekünk már meg voltak rendelve a berendezések, és amikor már fizetni kellett a berendezés, nekünk még nem volt bevételünk, és ez elkezdte görgetni maga előtt a fizetnivalót, akkor nyilván ez egy újabb hitelbe vitt bele minket, és akkor egyszer csak beborult az egész. Még akkor is megpróbáltuk, tehát ott is, ha mai eszemben lennék, akkor gyorsabban kiszálltam volna, és nem érzelmileg kötődök hozzá, hogy ez az enyém, meg hanem ugye ez egy vállalkozás, amit fel kell ismert, hogy az ott hibáztál, és ne csinálj nagyobb hibát. Tehát nem egy nagy hiba, hanem több pici, de ez inkább a naivitásból, meg most gondolj bele, én akkor voltam 23 éves, 22-23 éves, vagy még fiatalabb is, és működtetni egy három boltot, úgyhogy ott dolgoztak 18-an körülbelül, akik azért abban már tapasztaltak voltak, én voltam főnök, tehát nem lehetett azt úgy vezetni. A mai eszemmel csodálkozom, hogy leengedt szoktam, de az nyilván a lelkesedésnek volt köszönhető, hogy odáig is elmentem. A válasz az, hogy több apró hiba. Naivitás. Igen, de mondjuk az nagyon tetszik, hogy mennyire ambiciózus voltál, és tényleg nagyon-nagyon lendületes is voltál, mert azért ebben tényleg nem mindenki mehet belevágni, és amúgy ezt megbántod, ezt a hibádat? Mert sokszor beszélgetek vállalkozókkal, és azt mondják, hogy igen, ez meg ez a hiba volt, de nem bántam meg, mert hogyha ezt a hibát nem csináltam volna, akkor most nem tudnám ezt, és akkor nem tudtam volna ezt létrehozni. Ezt én is így gondolom. Viszont nyilván, ha visszamennék, nem hibáznám el újra. Azért innen visszanézni, ugye egy jó tanulság, meg más ne kerüljön vele, de azért megélni a mindennapokban azt, hogy nincs kenyérre pénzed, meg tartozol ennek, meg várod, hogy innen bejön a pénz, és már is utalod tovább, mert ugye a barátod, és nem akarod, hogy ez a mindennapokban egy elég kemény dolog, viszont aki ezt nem éli át vállalkozóként, én ismerek ilyen vállalkozókat, aki azt mondja, hát ő még nem bukott, de benne is van egy rettegés, mert ha őszinte akarok lenni, engem már nem tudsz azzal megijeszteni, hogy elbukok, én már kipróbáltam. Aki még ezt nem élt el, az pedig ettől retteg. De nagyon érdekes, amit most mondtál, hogy vannak, hogy ismersz olyan vállalkozókat, akik még nem buktak. Én erre mindig azt hittem, hogy ez csak egy ilyen mítosz, hogy ilyen nem létezik. Ők még akkor valószínűleg az elején vannak, vagy ők tényleg annyira ügyesen ügyesen mozogtak, hogy még nem hibáztak? Tehát ez szerintem előfordul? Igen, hát figyelj most, hogyha valaki ott ül és kezdő vállalkozó, és megfogadja azt, amit ezekben a tananyagokban tanul, az nem fog bukni, uh-huh. Csak piciket, azt meg ugye nem olyan bukásnak veszük. Uh-huh. Ő valószínűleg ebből a helyzetbe fog kerülni, amivel nyilván cserélnék én is, tehát jobb az, de az, amit én megtapasztaltam, azon meg már én vagyok túl. Tehát igen, lehet ezt így úgy csinálni. Nem muszáj bukni, tehát ez nehogy valaki rosszul érezzem, akár már ő még nem bukott. Így van, ezt lehet úgy is. És mindenképp meg szerettem volna kérdezni, mert ugye most inkább kezdő vállalkozók és olyan vállalkozók nézik ezt a műsort, akik vállalkozást akarnak fejleszteni, hogy mi volt az egyetlen egy legjobb tanács? Ezt tudom, hogy erre nagyon-nagyon nehéz válaszolni, és ezért a legtöbben engem utálnak is, amit eddig kaptál, ami a legtöbb értéket adta az életedhez, amiről úgy gondolod, hogy na ez az egy tanács, ez tényleg megváltoztatta az egész életemet.
az, hogy a környezetednek az átlaga vagy. Tehát amilyen emberekkel körülveszed magad, olyan emberré válsz te is. Lehet, hogy ez nem egy ilyen túl bonyolult jó tanács, de ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor a gyerekedet is megnézed, hogy kivel játszik a homokozóba, vagy a tinédzser gyerekedet, hogy kivel jár el szórakozni, mert tudod, hogy hatással van rá a környezet. És ez ránk ugyanígy igaz. Tehát amikor vállalkozóként milyen környezetben vagyunk, és hogyha ismersz vállalkozókat, akkor annyira le tudod venni róluk, hogy na ő ebben a környezetben vállalkozó, ő meg abban a környezetben vállalkozó, ez látszik rajtuk. Viszont ha ebben valaki tudatos, akkor meg tudja válogatni, hogy milyen körben kezd el mozogni, és az a gondolkodás az elkezd rád ragadni, te is úgy kezd összeviselkedni, olyan döntéseket fogsz hozni, mint ő, vagy tőlük kérsz tanácsot, és elkezdesz olyan lenni, mint ők. Ezt ugye megvan. Azt nem választhatod meg, hogy hatással van-e rád, vagy nem, szerintem, mert tudat alatt biztos, hogy hatással van, de az, hogy te abban a környezetben mozogsz, vagy nem, azt igen. Ez egy nagyon-nagyon jó tipp, és hogyha már itt vagy, ugye ez nekem nagyon-nagyon érdekesen hangzik, hogy te már annyira nagy tapasztalatod van, hogy így meg tudod állapítani tényleg, hogy melyik vállalkozó milyen körökben mozog, ez érdekes, mert én is több e-mailt kapok, hogy méghozzá vállalkozóktól, vagy csak egyszerűen emberektől, akik tényleg akarják magukat fejleszteni, hogy hova menjenek, hogyan találkozzanak ilyen emberekkel, sőt, még sokan panaszkodnak is, hogy de nekem nincsen lehetőségem ilyen emberekkel találkozni. Tudsz esetleg egy-két tippet adni nekik, hogy milyen, hova menjenek, kikkel ismerkedjenek, hogy ismerkedjenek, milyen körökbe mozogjanak, és hogy hogyan tudnak egyáltalán ilyen helyekre eljutni? Hát sok hely van, attól függ, hogy ki mit szeretne. Hogyha tisztában van azzal, milyen vállalkozást akar, vagy ki a célcsoportja, akkor úgyis megtalálja. Ha valaki attól fél, hogy nem tud bekerülni ilyen körökbe, akkor kicsit megfordítom az egészet. Tehát az a vállalkozó, aki sikeres lett, és tényleg azt, hogy nem kívülről, csak úgy látszik, ő nyilván azért nagyon hálás, és ő ezt vissza akar adni. És általában vagy olyanoknak akar visszaadni, akiknek köszönheti, hogy sikeres lett, tehát mondjuk annak a településnek, vagy annak a sportklubnak, vagy érted, tehát ahonnan ő jött, vagy olyanoknak, akik ugyanezt az utat fogják bejárni, csak még az elején vannak. És hogyha ezekbe a közösségekbe mozog, ez lehet egy iparkamara, vagy lehet egy mastermind csoport, vagy lehet egy networking csoport, hogyha a BNI-ról volt szó. Akkor úgyis megtalálja ezeket a köröket, és ott olyan emberek lesznek, olyan sikeres vállalkozók is lesznek, vagy ez lehet egy MLM hálózat is, tehát egy csomó ilyen lehetőség van, akkor úgyis megtalálja őket, és hogyha ő aktív, látszik rajta, hogy akar valamit, nem csak kirándulgat, akkor közösség fel fogja emelni. Így van, tehát ugye az nagyon fontos, hogy az ember akarja is, mert habár tényleg sokan írnak nekem, hogy kérnek tippeket, és tippek azok odakint vannak, azt nem csak én tudom megmondani, vagy most a Zoltán, ezt leírják minden könyvben, de hogyha az ember nem akarja, akkor úgy igazából tényleg nem fog megtörténni semmi. És én már azért elég régóta ismerlek olyan szinten, ugye mióta ide költöztünk Győrbe, szerintem te voltál egy az első között, akikkel így sikerült megismerkednem, még a Toastmaster-en találkoztunk, ahol ugye az ember ismét fejlődni jár, és ismerem már egy kicsit a múltadat is, tudom, hogy melyik ugye a másik vállalkozásod, amit ugyanúgy ugye építetek a kedves feleségeddel együtt, van három gyönyörű szép gyermeked. Most mégis a BNI-ról szeretnék egy kicsit beszélni. Tudsz esetleg erről egy picit röviden beszélni nekünk, hogy milyen előnyei vannak ennek a, nem klubnak, hanem ahogy te kifejezted, üzleti szervezetnek. Így van. És hogy miért éri meg, akár hogyha kezdővállalkozó vagy, akár hogyha már öreg róka vagy úgymond ebben az iparágban tagnak lenni.
Általában inkább az öreg rókák azok, akiknek jobban megéri. Nem nekik, a kezdőváltozónak megéri, csak a csoportnak nem éri meg a kezdőváltozó, mert még nincs olyan kapcsolatrendszere, de nyilván ezen azért lehet segíteni. Maga a szervezetnek a működése az azon alapszik, hogy képzeld el, hogy ott ül 20-30 vállalkozó, és mindegyiknek van tapasztalata, tegyük fel 10 év átlagosan mindenkinek, akkor ott ül 30 ember 10 év tapasztalattal, az 300 év tapasztalat. És hogyha bármelyiküknek van egy kihívása, akkor 300 évnyi tapasztalat az, amiből táplálkozik, mert ő elmondja, hogy srácok, ez a problémám, tud-e valaki erre egy ötletet, és hát valami csak kijön belőle. Tehát ez a legnagyobb értéke ennek a közösségnek, és ez nem csak ennek, tehát hogyha a kismamák klubjával mész el, ott is ugyanez az érték, tehát nem mit találtuk fel a nagy dolgot, hanem ez vállalkozásokra van, és a találkozók is arra vannak építve, hogy megosztják egymással szisztematikusan, vagy szisztémája, hogy hogyan, de megosztják egymással, hogy mi a kihívás, amit szeretne, hova akar eljutni, és valaki a csoportból tud neki segíteni. És ezt nem azért teszi, hogy fizessen neki, hanem azért, mert majd ő is fog kapni segítséget. És nem is biztos, hogy ugyanattól fogja a segítséget kapni, amit kinek ő adta, mert lehet, hogy ő adja oda, a másik adja oda, a harmadik meg adja ide. Tehát ez a bedobod a közösbe, amit van, és kiveszed a közösből, amire neked szükséged van. Ja. És ez az, ami a legerősebb összekötő kapocs köztük. Nyilván, ha ez egy összeszokott csapat, tehát ezek nem áll, 80-90% ugyanazok az emberek, tehát ők már ismerik egymást, akkor ott már kialakul a bizalom, kialakulnak a közös gondolkodások, és onnan indul el a nagy történet. Persze vannak vendégek, akik egyszer-egyszer eljönnek, az mindig egy új kis kapu nyílik meg, egy új kapcsolatrendszer, de a legerősebb kapocs az a tagok között van. Tegnap voltam egy országos gálán, és ez a BNI-nak a magyarországi összes csoportjának a gálája volt, ilyen smokingos, körasztalos, minden. És eszembe jutott, amikor én először voltam egy ilyen találkozón, hogy az volt nekem a furcsa, hogy ott ülnek vállalkozók, akik csoportokban vannak, és hogy ők azon versengenek egymással, hogy ki az, aki a másiknak több üzletet tud hozni. És ez nonsens, mert hát ugye az egyszerű én kis vita lelakatommal abban gondolkozom, én hogy tudok több pénzt keresni. És azt gondoltam, hogy ez már egy magasabb, valamitől magasabb rendűnek éreztem, hogy már nem azon kell nekem görcsön, hogy én hogy tudok több pénzt keresni, hanem hány embernek tudok segíteni. Mert ha ők is azon dolgoznak, akkor végül mindenkinek jó lesz, és sokkal jobb lesz, mint hogyha mindenki a magáért kapaszkodna. És nekem ez volt a legnagyobb döbbenet. Először azt gondoltam, hogy ez nem igaz, hanem ez egy ilyen nekem megjátszák varázslat, csak hát kiszámoltam, elég drága lenne ezt csak miattam lejátszani, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ennek igaznak kell lennie. És tegnap ugyanezt történt. Tehát arról szóltak a díjátadások, hogy ki az, aki a saját közösségének a legsikeresebb embere, abból a szempontból, hogy a legtöbb másiknak segített. És ebben ezt hívják Network Queen, meg Network King-nek ilyen díjakat adtak ki. És ez szerintem egy jól mutatja a filozófiát ennek az egész közösségnek. Igen, és ugye ezt nagyon fontos megjegyezni, mivel ez szerintem a legtöbb ember számára még nagyon-nagyon idegen. És itt szerintem fontos a BNI-nál ezt megjegyezni, hogy ez nem csak arról szól, hogy ott vállalkozókat összerakunk, és akkor egymás agyát leszívják, és egymás jó tippekkel látják el, amúgy ez is iszonyat fontos, és tényleg úgy ugye hetente találkoztok, ez ad neki egy rendszerességet, hanem ez csak az egy része ennek a történetnek. Ugye ott még van egy csapatépítési történet, hogy tényleg barátságok kötődnek, bizalmi szálak jönnek létre, és mégis még ez se a legfontosabb, mégis a legfontosabb tényleg az maga az, hogy ti végül is a csoporttagok egymásnak, ahogy még régebben szoktad mondani, üzletkötői. Igen. És hogy egymást ajánlják tovább, és hogy végül is az a céljuk, hogy egymás
cégét megismerjék, hogy azt minél jobban tudják továbbadni. És ezt el legutóbb is olyan jól elmondtad. És emlékszem, még Zig Ziglarnak ugye az alap mondata, maga ugye ennek a szervezetnek az egyik, az egyik alapmondata, ami hogy is hangzik, hogy először adjál, és... Aki ad, az nyer. Aki ad, az nyer. Így van, így van. Tehát, hogy ez így pont, hogy majdnem, hogy megfordul, mert ugye a mai átlag vállalkozó ugye minden magának, minden szépen ő, az ő nyeresége, az ő üzlete, itt meg ugye minden a másikról szól, hogy először adunk, és az majd utána majd többszörösen visszajön hozzánk. Azon nem értek egyet, hogy ez az átlag vállalkozó. A piac ezt sugallja, de amikor egyesével beszélgetsz a vállalkozókkal, akkor mindenki azt mondja, hogy én is ugyanígy gondolkozom, én is adni akarok, én is jó szándékú vagyok. Tehát nem gondolom, én nem látom ilyen sötéten, hogy rosszak az emberek meg a vállalkozók. Igen, a körülmények óvatossá teszik őket, meg ilyen. Tehát kell az a közeg, ahol ki tudja ezt hozni magából, és ez egy ilyen közösség ezt a közeget adja meg, hogy na, itt lehetsz olyan, amilyen valójában vagy. Hát ez jó, ez mondjuk jól tudni, mert tényleg a köztudatban ugye ezek vannak beleépülve. Tényleg amikor az ember már mondjuk 20-30, néha 40 vállalkozó között van, akkor itt tényleg előtörnek ezek a nagy igazságok. És pont ezért akkor áruljál el nekünk már pár ilyen insider tippet, hogyha tényleg ugye ezekre neked jobb rálátásod van, hogy mik azok a legnagyobb problémák, amivel a mai magyar vállalkozó küszködik? Hát, hogyha itt Győrről beszélünk, akkor itt a munkaerőhiány. A munkaerőhiány miatt nincs idejük, mert rengeteg munkája van annak, aki jó a szakmájában. Viszont nincs embere, akivel ezt meglecsen, ezért ő neki kell beállni a sorba, mert a munkát meg nem akarja elengedni. És ez most egy nagyon nagy kihívás, ami nem így volt 5 évvel ezelőtt, tehát akkor mindenki azt nézte, hogy tud még több munkát, a válság után voltunk, de ez most nagyon, nagyon megfordult. Persze a kreativitás ehhez is jó, mert akkor azt mondják a vállalkozók, hogy akkor még jobban össze kell tartanunk, hogyha én mondjuk egy marketinges vagyok, akkor már nem akarok mindent csinálni a marketingből, csak azt az egy kis szeletet, amiben én jó vagyok, megfizetnek, imádom csinálni, és elengedem azt, amivel csak azért csináltam, mert hogy valamivel kiegészítsük a munkát. Inkább dolgozok együtt olyannal, akinek meg pont az a kedvenc területe, és inkább együtt dolgozok. És amikor kell, akkor összekapcsolódunk, mert olyan projekt, amikor nem kell, akkor megcsinálja mindenki a maga dolgát, és lehet, hogy valaki mással egy következő projektben, vagy mással állok össze. Én ezt látom, hogy ez a megoldás erre, hogy specializálódnak, összedolgoznak, gyorsan. Tehát az egész egy nagyon nagy rugalmasságot fel kell, hogy egy nagyon nagy rugalmasságot kell, hogy alapozódjon, meg a bizalomra. Mert ha a bizalom kialakult, akkor gyorsabban tudnak lépni, akkor nem az van, hogy na, akkor most kezdjünk el, adjál már ajánlatot, hanem gyere, csinálod, szoktuk. Még ezt szoktam mondani, hogy az a jó kapcsolat, amikor már meg vagyunk ezen a szinten. Igen, és ugye ilyen stratégiai partnerságok is jól ki tudnak így alakulni olyan szinten, mert ugye az is nagyon-nagyon fontos, és azt is ugye nagyon-nagyon sokan elhanyagolják. Nemrég hallottunk téged Veszprémben a TEDx-en. Mi készített téged arra, hogy elmenjél egy ilyen rendezvényre, és ott előadjál, illetve mi volt maga a téma, amiről ott beszéltél? Ami készített rá, az a Toastmaster, mert ugye ott pont erről, pont egy ilyen környezetben vagyunk, ahol kiállunk emberek elé beszélni, és hát ugye ennek az egyik ilyen álomlépése, hogy egy TED-en előadjon az ember. Egy kicsit ez egy ilyen bakancslistás dolog, mert ugye ez egy felkészülés, egy elég hosszú felkészülés, és akkor a végén
én úgy látom, hogy ez olyan, mint egy színdarab, tehát ahogy csak én írtam a forgatókönyvet is hozzá az életemmel, de ez pont az a része, amit ez a kitűzöd, megcsinálod, felkészítenek rá, megtartod, és megvan. A témám az hát nyilván testhez állóan az, hogy én mit látok a vállalkozói világban. A konferenciának a témája az újrakezdés volt, úgyhogy nagyon belepasszolt, hogy vállalkozóként hányszor kell újrakezdened, hogy kell újrakezdened, mivel tudsz könnyebben haladni. Nyilván YouTube-on elérhető ez az előadás, amiben valóban belinkelitek majd. Így van, azt majd be fogjuk ide lelinkelni a videó alá, jó megszokott módon. Úgyhogy hát nagyon, nagyon koncentráltan az életemnek ezt a vállalkozói aspektusát. Nem az én életemről szól, hanem egy pár olyan tanács, hogy tudsz bizalmat építeni egy közösségbe, hogy válasz ki egy ilyen közösséget, milyen utat jártam én be, nyilván egy picit személyes rész is kell, hogy legyen ebbe, és hogy mit tanácsolok azoknak, akik mondjuk ennek az útnak az elején derekán járnak, hogy lehet eljutni oda, ahova a legtöbb vállalkozó el akar jutni. Nyilván nem fog mindenki oda eljutni, de hát olimpiai bajnok sem lesz mindenki, viszont aki igazán az akar lenni, az lesz. Így van. Ugye, mint mondtam, ezt a kis videót majd akkor be fogjuk linkelni, és még mielőtt elengedlek, a BNI-jal kapcsolatban szeretnék még mindenképpen egy kicsit beszélni. Ez itt most a reklám helye. Ugye maga ez a konferencia arra épül, hogy minél jobban tudjuk segíteni a vállalkozókat, kezdővállalkozókat. Ugye említetted, hogy ezek a csoportok inkább már nem kezdővállalkozóknak, hanem ugye akik már régebb óta csinálják a vállalkozásukat, és esetleg stagnálnak, vagy elakadtak, vagy tényleg valami segítségre lenne szükségük, vagy esetleg van sok, amit ugye tudnak adni. És hogyha mondjuk egyik néző erről még nem tudna, és több információt szeretne erről szerezni, akkor van esetleg online valami videó, vagy valami weboldal, ahol magyarul szépen ezek össze vannak foglalva, és le vannak írva, illetve itt Győr-Moson, Sopron megyében például, nem tudom, hogy hány csoport van, és hány épülő csoport van összesen most már így időközben? Győrben van 2 csoportunk, meg egy alapuló, illetve Sopronban alapuló csoportunk van, és hát nem Győr-Moson, Sopron megye, de Tatánon a következő, hogy az a rész is hozzánk tartozik, és hát pont ma beszéltünk Tatabányáról, mert úgy néz ki, hogy ott is elkezdődik a csoport, meg tegnap érdeklődtek, hogy Komáromban lehet-e. Mi ugyanazzal küzdünk, mint a vállalkozók, hogy nem tudunk annyi fele menni, ahány fele kellene mennünk, de hát ha másnak tudunk tanácsot adni, hogy hogy kezd megoldani, magunknak is adhatunk ebbe, tehát vannak megoldásaink. Természetesen van weboldalunk, bni@nyugat.hu, ott megtaláltok minket, és a kezdővállalkozó azt annyiból módosítanám, hogy az a lényeg, hogy jó legyen az, amit csinál. Mert tehát, hogyha a BNI-t valaki arra akarja használni, hogy kísérletezzen, hogy vajon jó-e, amit csinál, akkor nem biztos, hogy tud segíteni. Tehát ha valaki nem jó utat jár, akkor a BNI se fog, a BNI csoportja se fog tudni rajta segíteni. Ha valaki kezdő ugyan, de egy jó szolgáltatás, egy jó terméke van, egy jó vállalkozás kezdeménye, akkor meg fogja találni a számítását, mert akkor viszont ez a hype ezt felkapja. És ahogy te mondtad, hogy egymás üzletkötői vagyunk, akkor igen, akkor ez nagyon gyorsan fel fog terjedni. Csak ne úgy gondolkozzon valaki, hogy na már sehol sem megy, akkor próbáljuk meg a BNI-ba. Tehát ez annyi nem fog működni, nem miattunk, hanem mert... Tehát, mint mondtam, a BNI ez egy szócső, tehát azt erősíti fel, ami van. Tehát, hogyha az rossz, akkor az még gyorsabban kiderül, hogy rossz. De lehet, hogy ez egy jó cél, csak nem biztos, hogy a többiek is ezt akarják.
Így van, hát nagyon-nagyon köszönjük szépen mindezt az információt és történeteket, amiket megosztottál velünk ma. És még én annyit azért hozzátennék ehhez, hogy ha az interneten utána tudtok olvasni, legyetek Magyarország akármelyik területén, biztos vagyok benne, hogy a közelben van egy-egy ilyen BNI klub, és azt hiszem az első egy vagy kettő alkalom ingyenes el lehet menni, mint vendég, meg lehet nézni, hogy hogyan működik. Ezt mindenkinek tudnám ajánlani, hogy ezt nézzék meg, hogy ez a ti szájatok íze-e egyáltalán. Tehát ez egy lehetőség, amivel úgy gondolom, hogy illik élni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. És találkozunk akkor majd az élő előadásom. Sziasztok! Sziasztok!